Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, mert felteheted a kérdést, hogyan alakulnak a dolgok hétvégén, vagy mi a fontos feladat, mi történik a hétvégén, vagy azt is kérdezheted, hogy hol volt ő hétvégén, mi volt nála. És ennek a díja, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ez egy videó felvétel áll néven. A videók megjelennek a másik csatornámon. Meisterin des Karten Legens, így hívom a másik csatornát. És ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül megkapod a linket a videóhoz. Én nagyon-nagyon óvatos vagyok, nem szoktam neveket mondani, nem szoktam leírni az eseményeket, hiszen ez egy titok. Nem szabad, hogy mások rájöjjenek arra, hogy rólad van szó. Tehát megbízhatsz bennem. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a hétvégére. A pénteki napon mi fontos? Te állsz itt a középpontban. Szeresd magadat, becsüld meg saját magadat. Ezen a napon tedd azt, amihez kedved van. Pihent ki magadat, olvass egy könyvet, vagy meditálj, vagy tanulj valamit, vagy nézd meg egy filmet, vagy menj kicsit sétálgatni. Az a fontos, hogy azt tedd, amit te akarsz. Hiszen az elmúlt napokban, hetekben sok volt a feladatod, másokkal töröttél, valahogy te saját magad a háttérbe kerültél, és most az a fontos, hogy felfedezd saját magadat, ezt a szeretetet. És mi történik még ezen a napon? A csillagok jelenthetnek egy spirituális területet, lehet, hogy ez érdekel, és ezzel foglalkozol ezen a napon, mert ehhez van kedved. A csillagok szerencsét is hozhatnak, és itt látható egy levél, tehát lesz egy jó hír. Ez közeledik hozzád. A csillagok azok leírják az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és az a fontos, hogy hallgass a belső hangodra, és tedd azt pénteken, amit te szeretnél. Itt ez a levél lehet egy jó hír, hiszen a csillagok szerencsét jelentenek, de lehet egy szerződés és egy munkahelyi szerződés, egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés. A szombati nap itt látható. Itt megvan az élet erőd, mint egy oroszlán. Te bebizonyítottad magadat a múltban. Most nem kell azzal foglalkozni, hogy tudnál mások kedvébe járni, hogy tudnád továbbra is bebizonyítani magadat, hanem az a fontos, hogy pihent ki magadat. És bízz abban, hogy mások észrevesznek téged, dicsérni fognak téged, megkapod az elismerést, hiszen te kimutattad a tudásodat, vagy tettél jót másoknak, te bebizonyítottad már magadat. Itt látható az élet utad, és itt volt előtted ez a hegy. Nem tudtad, hogy mi van a hegy mögött. Itt voltak bizonytalanságok, de zárd ezt most le. A kasza segít ezt a hegyet eltávolítani. És bízz abban, hogy minden jóra fordul, hiszen itt lesznek olyan dolgok,
így a közeljövőben, vagy ezen a napon, vagy a napokban, amire nem számítottál. És olyan hirtelen átlátsz majd a dolgokon, hiszen tudni fogod, hogy mi van a hegy mögött. Amit ez a hegy még jelenthet, egy hegyvidék, egy kiruccanás, és pihent ki magadat szombaton. Légy annak is tudatában, hogy te sok mindent elértél, és eljött annak az ideje, hogy megkapd az elismerést másoktól. Vasárnap az itt látható. Nézz a tükörbe, és gondolkodj el azon, mit tudnál megváltoztatni. Például a külsődön, egy más hajviselet, vagy más ruha, de ennek a képnek van szimbolikus jelentése is, hiszen így most tükröződik számodra valami, amit te szeretnél megváltoztatni, vagy eljött annak az ideje, hogy legyenek változások, vagy a külsődön, vagy a hozzáállásodon, vagy a kapcsolatoknál, és te hozod itt a döntéseket, hiszen te nézel a tükörbe, te vizsgálod azt meg, hogy mi a fontos számodra, amit szeretnél megőrizni, hogy minden úgy maradjon, ahogy eddig, és hol kellenek a változások. A szív egy nagy szerepet játszik most nálad, ez lehet a párkapcsolat, a szerelem. Itt tisztázódik valami, ez a virág jelent a tiszta érzelmeket is, vagy amit ez a lilium virág még jelenthet, a szexuális témák, amit a szív még közölhet mindaz, amit kedvelsz, ami számodra fontos, egy szívélyes kapcsolat, vagy a család, vagy a barátok, vagy a hivatásod, vagy a hobbi. És itt előre folyamodnak majd az események, lesznek ugyan változások, de tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy mások tiszta érzelmekkel közelednek hozzád, és megbízhatsz ezekben a kapcsolatokban. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Írd le a kommentárba a véleményedet. Vagy, ha tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy ha feljelentkeznél a csatornámra. Aminek még örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon, ebből kettő van, Dendera Medici az egyik, a másik pedig Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, illetve egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera.